Február közepéig a gyereket nevelő szülők legtöbbje visszakapja a tavaly befizetett személyi jövedelemadóját. Ez fejenként átlagosan 400 és 800 ezer forint közötti összeget jelent. Ez nem kevés pénz, vannak akik mégsem tartják meg, hanem jótékony célra ajánlják fel. A továbbadó nevű kezdeményezés még csak néhány napja indult el a Facebookon, de a csoportnak már több mint 2000 tagja van. Többen közülük pedig azt vállalják, hogy a visszakapott SZJ-aljukat civil szervezeteknek utalják át. Az akciót két unokatestvér indított el. Egyikőjük azt mondja, megvan mindenük, ami az élethez kell, ezért döntöttek az adakozás mellett. Az adónkat azért fizetjük, hogy abból megvalósuljanak olyan dolgok, amik nagyobbak annál, mint amire mi egyenként a pénzünket el tudnánk költeni. És ahogy erről beszélgettünk, úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan gondolat, amit megosztanánk mások, mert bízunk benne, hogy vannak még olyanok rajtunk kívül, akik miután az adót befizették, meg tudják vásárolni maguknak az élelmiszert, és el tudják látni a gyerekeiket, és ezen fennmaradó pénz ez nem hiányzik nekik a mindennapi megélhetésükhöz. A felajánlók között van informatikus, szociológus, egyetemi tanár, újságíró, marketing szakember, de egyedülálló édesanyja is, és a megadományozott civilek köre is hasonlóan sokrétű. Vannak, akik hajléktalanokat segítenek, mások a kerékpározást népszerűsítik, de kutatóközpontnak és civil jogvédő szervezetnek is jut a visszakapott személyi jövedelemadókból. Megható látni, hogy milyen sokféle szervezet kerül elő a támogatottak listáján. Nekem az is nagyon szép, amikor azt tapasztaljuk, hogy valaki az ország egyik feléből támogat egy szervezetet az ország másik felében, mert tudja, hogy ott nehezebb körülmények között élnek az emberek. A csoportban egyébként semmiféle megkötés nincs a támogatható közösségeket illetően. Az ötletgazdák szerint a kezdeményezésük arra is jó lehet, hogy az emberek feltérképezzék, milyen civil csoportok működnek a környezetükben.